Egy friss kutatás szerint tovább nőtt a lakhatási szegénység Magyarországon, a régióban és uniós szinten is sereghajtó hazánk. Sajtóhírek szerint felhagy a radikális parlamenti akciókkal az ellenzék, kormányképes erőképét akarják mutatni. Rendkívüli állapotot hirdettek Ausztria délnyugati részén, áradásokat és földcsuszamlásokat okozott a megolvadt hó. És újra Hrács mögé került a kozmagyilkosság miatt elítélt Sztojka Iván, prostitúcióra kényszerített egy lány. Ez itt az ATV híradó. A stúdióban Gajdos Tamás. Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket! Beázó tető és penészes falak, a magyar lakosság negyede él ilyen körülmények között, derül ki a Habitat for Humanity friss lakhatási jelentéséből. A tanulmány szerint Magyarországon egyre mélyül a lakhatási válság. Hazánk már nem csak az európai átlaghoz képest, de még régiós szinten is sereghajtó a lakhatási szegénység mutatók tekintetében. A jelentés szerint az uniós átlaghoz képest itthon duplája azoknak a háztartásoknak az aránya, ahol közüzemi díjhátralék van. A Habitat for Humanity azt is megállapítja, hogy a kormány sokat költ ugyan a lakhatás támogatására, de a pénzt főleg azok kapják, akik nem annyira szorulnak rá a segítségre. Több 10 millió forintot különítene el a hajléktalan szállók színvonalának emelésére a főváros. Erről Misetics Bálint, a Város Mindenkié csoport aktivistája beszélt a Népszabának. Misetics, aki a jövőben az önkormányzat munkáját is segíti, azt mondta, a cél az akadálymentesítés, a rendszeres poloska és csótányírtás, de szeretnék bővíteni a lábadozó férőhelyeket is. A javaslatokat még nem konkretizálták, az előterjesztést a fővárosi közgyűlés november 27-i ülésén tárgyalják majd. Megszavazta az új szakképzési törvényt a parlament, a képviselők 119 igen, 40 nem szavazattal, 15 tartózkodás mellett fogadták el az új szabályokat. Ezek értelmében teljesen átalakul a szakképzés jövője, jövőre, változik az iskolák megnevezése, a képzés hossza, az oktatók jogállása, az általános iskolát be nem fejezőket pedig dobbantó program segítségével próbálják meg szakmához juttatni. A törvény értelmében a jövőben a szülő kötelessége lesz gyermekét 18 éves koráig, vagy legalább egy részszakma megszerzéséig tanítatni. Felhagy a radikális parlamenti akciókkal az ellenzék, írja a Népszava. Alapinformációi szerint a pártok úgy vélik, ez kell ahhoz, hogy kormányzóképes erőbenyomását keltsék. A Népszava szerint a DK, az MSZP, a Párbeszéd, a Jobbik, az LMP és a független képviselők rendszeresen egyeztetnek stratégiájukról. A legutóbbi megbeszélésen a független képviselők kivételével a pártok támogatták az akciók visszaszorítását. Abban is megállapodtak, hogy nem vonulnak ki a törvényhozásból. Az ellenzéki pártok nem kívánták kommentálni a Népszava információit, sőt, nyilatkozat stoppot rendeltek el az ügyben. A kormánypártok nem tervezik, hogy enyhítenek a parlamenti szigoron, erről Kocsis Máté beszélt az ATV.hu-nak. A Fidesz frakcióvezetője úgy fogalmazott, hogy a vitában felmerülhetnek új szempontok, de nem valószínű, hogy érdemben bármi is változtatnának. Eddig ugyanis az ellenzékiek, mint fogalmazott, mellényzsebből kifizették a 100 000-es büntetéseket. Nyelvészeti vitába bonyolódott a parlamentben Szabó Tímea és Orbán Viktor. A Párbeszéd frakcióvezetője azt vágta a miniszterelnök fejéhez, hogy megfojtani készül az önkormányzatokat. Orbán Viktor erre azt mondta, a képviselőnő egy nyelvi félreértésből tulajdonít neki rossz szándékot. Örülök annak, hogy több hét lazsárás után végre betalált ide a munkahelyére. Záporoztak a miniszterelnök felé intézett kérdések a parlamentben. Ön meg tudna élni 56 000 forintból? Az ön családja meg tudna élni a minimálbérből? Vállalja, hogy hazugságvizsgáló alatt nyilatkozik Mészáros Lőrinc vagyonosonásáról? Csak a tények kedvéért 2010-ben Magyarországon a minimálbér 73 500 forint volt. 2019-ben a minimálbér 149 000 forint. A szakmunkás minimálbér 2010-ben 89 500 forint volt, 2019-ben pedig 195 000 forint. Ahogyan Jakab Péter, Harangozó Tamás is a közösségi oldalán gyűjtötte össze a kommentelők kérdéseit, és ezeket szegezte a miniszterelnöknek. Hogy van az, hogy a köztársasági elnöknek, a fideszes kinevezetteknek most épp egyszerre megduplázzák a fizetését, miközben egyébként létszámstoppot vezetnek be az államigazgatásban, és 2,5
3,81%-os emeléssel szúrják ki a nyugdíjasok szemét. A valóság az úgy áll, hogy önök kormányoztak már ebbe az országba. Az én ízlésem szerint kelletén hosszabb ideig is kormányoztak. El is vettek a nyugdíjasoktól egy havi nyugdíjat. Önök azok az emberek, akik megkurtították a nyugdíjasokat. A Párbeszéd frakció vezetője az önkormányzatok jogköreit érintő változtatásokról faggatta Orbán Viktort. Gyakorlatilag arról szól, hogy ezeknek a városoknak az iparűzési adóját, azaz az egyetlen szabad felhasználású bevételét nem fordíthatják arra, amire akarják, hanem csak a helyi közlekedésre fordíthatják. Ilyen beadvány nincs, ön téved. Olyasmire támad meg engem, amiről nem tud, vagy nem ért. Javaslom, hogy olvassa el. Az van benne, hogy első helyen. Az azt jelenti a magyar nyelvben, hogy ha az megtörtént és még marad, szabadon föl lehet használni. Ezt jelenti a magyar nyelvben ez. Itt már nyelvórákat ad, nyelvtanít, szóval tényleg én le vagyok nyűgözve. Őszintén csak éppen a kérdésre nem válaszolt. Akkor mi szükség van erre? Akkor ezt miért nyújtották be? Tetszik tudni, a beadványokban a jogszabályszöveg mögött talált egy indoklás nevű felirat. El tetszik olvasni, de bele van írva, hogy melyik jogszabályt miért adjuk be. Orbán Viktor hozzátette, Karácsony Gergellyel egyetértettek abban, hogy Budapesten a legfontosabb a tömegközlekedés biztosítása. Ez a lépés pedig szerinte ebbe az irányba mutat. Közösen kezdeményezi a főpolgármester és a 12. kerületi polgármester a kormánynál, hogy a fővárosi közfejlesztési tanács tűzze napirendjére a fogaskerekű felújítását, valamint meghosszabbítását a normafáig. Karácsony Gergely és Pokorni Zoltán tegnap délután nyilatkozott erről újságíróknak, miután a normafánál kialakítandó parkoló ügyében egyeztetett a helyszínen. Pokorni Zoltán közölte, kidolgoztak egy kisebb parkolóra vonatkozó kompromisszumos tervet. Ezt megvizsgálja a főváros, majd a jövő héten folytatják az egyeztetést az ügyben. Karácsony Gergely elmondta, ő új parkolóhelyek kialakítása miatt egyáltalán nem vágatna ki fákat. Tiszteletre méltó, hogy a polgármester, a főpolgármester személyesen ment el a normafához, hogy egyeztessen a parkoló sorsáról. Ezt Pokorni Zoltán mondta ma reggel itt a Start című műsorunkban. A Hegyvidék polgármestere szerint több dologban is sikerült megállapodni Karácsony Gergellyel. Nézőpontbeli vita már csak arról van, hogy lehet-e csökkenteni a parkolóhelyek számát. Pokorni Zoltán elmondta, a főpolgármester egy hetet kért arra, hogy a parkoló terveit tanulmányozza. A fogaskerekű meghosszabbítása mellett ugyanakkor elkötelezte magát. A kérdésről legközelebb jövő hétfőn egyeztetnek. Most már megvannak a tervek, és nem csak a tervek, megvannak az engedélyek. Én sem gondoltam volna, több mint 102 engedély kell. Ennek a 99%-a megvan. Meg a pénz. Meg a pénz is kell hozzá. Hiányzik a pénz. Mennyi pénzbe? Durván pénzbe lehetne meghosszabbítani, ezt értelmet éri. 30-40 milliárd forint. És erre Karácsony Gergely tett valami ígéretet önnek, hogy megszerzi ezt a pénzt? Valószínűleg ennyi pénze nincs a fővárosnak. A fővárosnak az önerőt kell biztosítania, vagy a kormány, illetve a főváros közösen tudja fedezni ennek a programnak a finanszírozását. Rendkívüli ülésen állt ki a stadionépítés mellett a csepeli képviselőtestület. Ezt a kerület fideszes polgármestere közölte közösségi oldalán. A döntés értelmében Csepel támogatja a 2023-as atlétikai világbajnokság megrendezését, a Csepelt érintő közpark megvalósítását, valamint a hozzájuk kapcsolódó fejlesztéseket. A csepeli polgármester szerint a stadion olyan hosszú távú előnyöket jelentene a kerületnek, mint Budapest történelmében a Városliget vagy a Népliget létrehozása volt. Karácsony Gergely tegnap egyeztetett a kérdésről a Magyar Atlétikai Szövetség vezetőivel, sajtóhírek szerint a tárgyalások pozitív eredménye zárultak. Orbán Viktor szerint nehéz próbatétel előtt áll az ország, hiszen a nyugat-európai gazdaságokra borúsabb idők jönnek. A miniszterelnök hozzátette, most kiderül, hogy működik-e önállóan az ország gazdasága. A pénzügyi államtitkár nem kívánta kommentálni Orbán Viktor szavait. Az ellenzéki politikusok szerint ugyanakkor Magyarország nem készült fel egy gazdasági válságra. Nehéz próbatétel előtt állunk, mert az előrejelzések szerint a nyugat-európai gazdaságokra hidegebb, borúsabb idők jönnek. Orbán Viktor vasárnap beszélt erről az állami médiának nyilatkozva a szlovákiai Dévényben. A miniszterelnök azt reméli, hogy Magyarország a saját lábán is meg tud állni, hogy ez így van-e, az most elválik. Optimista vagyok, de nehezebb idők jönnek, mint az előző évek voltak, zárta nyilatkozatát a kormányfő.
A gazdasági helyzetről a pénzügyminisztérium parlamenti államtitkárának véleményét is szeretük volna megismerni. Államtitkár úr, zavarhatnánk egy kérdésre? Nem magukhoz jöttem, a csoportomat válaszolja. De Tálay András nem kívánt válaszolni kérdéseinkre. Révész Máriusz arra emlékeztetett, hogy bár sok elemző már idén is a magyar gazdaság visszaesésére számított, a harmadik negyedévben csak nem 5%-os volt a növekedés. Én bízom benne, hogy valószínűleg ezt az ütemet, ha nem is fogjuk tartani, de amit a kormány mond, hogy 2%-kal meg fogjuk tudni haladni évente a nyugat-európai gazdasági növekedés átlagát, azt jó eséllyel fogjuk tudni tartani, de a kormány az további lépéseket fog tenni a gazdasági élénkítés érdekében. Az ellenzék szerint a kormány nincs felkészülve egy esetleges visszaesésre. Eközben pedig látványberuházásokra szórja az emberek pénzét. Egy idő után az embereknek elege lesz abból, hogy 190 milliárdért van stadion, de közben kórházi osztályokat és kórházakat fognak bezárni. Ez a kettő kiáltó ellentétben van egymással. Érkezhet egy cunami Magyarország irányába is. Látható, hogy Németországban például lassul a gazdaság, itt az autógyártóknak is problémáik vannak, és ez általában azt szokták mondani a közgazdászok, hogy egy olyan 6 hónapos csúszással Magyarországra is begyűrűzhet. Nyilvánvaló módon egy átfogó regionális bérrendezés is halaszthatatlan. Ezzel szemben Orbán Viktorék külföldön azzal kampányoltak, hogy megfelelően alacsonyak a magyar munkabérek, rugalmas a munkatörvénykönyve, mind a kettő tény helyben hagyása, ezek meg nem változtatása, egy gazdasági típusú hazaárulást jelent. Csaba László szerint az elmúlt évek sikerpropagandája után ez egy jól időzített bejelentés volt. A közigazgatás különböző részei, különösen nemzeti bank az hajlamos arra, hogy azt mondja, hogy Magyarország egy aranykorban van, és a következő 7 évben is ezen a növekedési pályán maradna. Most azt gondolom, hogy ez egy igen veszélyes dolog, amikor úgy tűnik, hogy a közigazgatásnak egy része hiszi a saját propagandáját, hiszen a német gazdaság a technikai értelemben már most is recesszióban van. A közgazdász szerint a pénzügyi egyensúly fenntartásához csökkenteni kell a kiadásokat, a további presztízs beruházásokat pedig le kell állítani. Kifizette a kormány a Paks 2-re eddig lehívott orosz hitelt, ezt Süli János mondta a Magyar Nemzetnek. A beruházásért felelős tárca nélküli miniszter szerint kamat megtakarítással járó tranzakciót a magyar gazdaság jó teljesítménye és a kedvező nemzetközi pénzpiaci helyzet alapozta meg. A miniszter a lapnak azt is elmondta, hogy hamarosan a parlament elé kerülhet a finanszírozási szerződés módosítása, amely a beruházás befejezésének határidejét is eldönti. A miniszter szerint az új blokkok 10 év múlva, vagyis 2029-re készülhetnek el. Megszületett az első olyan ítélet a Questor ügyben, amely kimondta Tarsoly Csaba cégvezetői felelősségét a Questor pénzügyi tanácsadó ZRT vagyonvesztésével kapcsolatban. Az indoklás szerint Tarsoly nem a hitelezők érdekeinek figyelembevételével látta el ügyvezetési feladatait, a követelések teljesítését legalább 11 milliárd forinttal meghiúsította, ezért a bíróság ennek az összegnek a megfizetésére kötelezte. Az ítélet nem jogerős. Minden eddiginél súlyosabb összecsapások alakultak ki Hongkongban a tüntetők és a rendőrök között. Az egyenruhások megrohamozták a Műszaki Egyetemet, ahová a demokráciát követelő egyetemisták vették be magukat. Hétfőre virradóéjjel kerítette körbe a rendőrség a hongkongi Műszaki Egyetem kampuszát. A területen tüzek égtek. A tüntetők molotov koktéllal dobálták meg a rendőröket, de nyilakat is kilőttek rájuk. Az egyenruhások könnygázzal, vízágyúval igyekeztek oszlatni a diákok csoportjait. Starting from evening, I stay here. Először bepánikoltam, mert a rendőrség azt mondta, hogy azokat, akik a kampuszon maradnak, akár 10 év börtönre is ítélhetik zavargásban való részvételért. Később azonban megnyugodtam, mert aki itt van, mindössze tart a demokrácia és a szabadság érdekében, mondta egy hallgató. A rendőrök hajnalban nyomultak be az egyetem területére. Mintegy 200 diák lehetett a kampuszon. Az egyetem elnöke békés távozásra szólította fel a hallgatókat. Állandó kapcsolatban vagyok a rendőrséggel. Biztosítottak bennünket arról, hogy ha a tüntetők nem alkalmaznak erőszakot, akkor ők sem folyamodnak erőhöz, sőt lehetővé teszik, hogy a demonstrálók békében elvonuljanak, mondta a vezető.
Ez azonban nem állította meg az erőszakot. A rendőrök több demonstrálót is őrizetbe vettek. Elfogták azokat is, akik menekülni próbáltak. Aki mégis kikerülte a rendőröket, azonnal visszament az egyetem területére. A hatóságok azzal fenyegettek, hogy éles lőszert vetnek be, ha a tiltakozók a rendőrökre támadnak, pedig már így is sokan megsérültek. Az Egyesült Királyság, amely 1997-ben adta vissza Hongkongot Kínának, rendkívül aggasztónak tartja a helyzetet. A brit kormány szerint Peking megsérti az egy ország két rendszer elvét. A kínai központi kormányzat viszont támogatja a hongkongi rendőrség fellépését. A város utcáin a hétvégén kínai katonák tűntek fel. Hongkong Kína részét képezi, ami ott zajlik kizárólag belügy, jelentette ki a kínai külügyi szóvivő. Hongkongban 5 hónapja tartanak az ellenzéki megmozdulások. A tüntetők attól tartanak, hogy Peking felszámolja a különleges igazgatású terület viszonylagos függetlenségét és a demokráciát. Rendkívüli állapotot hirdettek Ausztria délnyugati részén a nagy mennyiségű hó miatt. A csapadék az enyhe időben azonnal elolvadt, áradásokat és földcsuszamlásokat okozva. Velencét közben egy hét alatt már a harmadik nagy árhullám sújtja. Megállt az élet a Brennerhágó környékén Ausztriában, az éjszakai kiadós havazás következtében. Nem csak a közúti közlekedés bénult meg, leálltak a München és Velence között közlekedő vonatok is. Az osztrák vasutak az innsbrucki pályaudvaron a nagy hóra hivatkozva kértek elnézést az utasoktól. A hőmérséklet azonban reggel 0 fok fölé emelkedett, így a hó olvadásnak indult. Egyes helyeken áradások, illetve földcsuszamlások és sziklaomlások alakultak ki. Emiatt többfelé rendkívüli állapotot hirdettek. Az egyik településen 30 lakóházból ki kellett menteni az embereket. Ez pedig már Velence, amelyet egy hét alatt harmadjára öntött el egy rendkívüli árvíz. A Szent Márk teret ismét lezárták, miután 150 cm fölött tetőzött a dagály. Csak reménykedni tudok abban, hogy mielőbb megépül a várost védő új gátrendszer, mondta egy helyi lakos. Az árvíz miatt továbbra is a legmagasabb fokú riasztás van érvényben Velencében. Az üzletek többsége zárva tart, az iskolákban tanítási szünetet rendeltek el. A heves esőzések miatt egyébként Olaszországban többfelé készültséget hirdettek a hatóságok. Másodszor is kiengedték a börtönből a Hableány katasztrófájáért felelősnek tartott ukrán hajós kapitányt. A férfit jogerősen is bűnügyi felügyelet alá helyezték. A döntés értelmében a 64 éves férfinek nyomkövetőt kell viselnie, és nem hagyhatja el budapesti lakcímét. Ismét letartóztatták a Marian Kozma gyilkosság egyik elkövetőjét. A rendőrség szerint Stojka Iván hónapokon át prostitúcióra bírt rá egy lányt, a bevételét pedig elvette. A kozmagyilkosság miatt jogerősen elítélt férfi tavaly szabadult a börtönből a jó maga viselete miatt. A bíróság most előzetes letartóztatásba helyezte. Készenléti rendőrök indítottak összehangolt akciót 4 férfi ellen a napokban. Egy prostitúciós ügy miatt csaptak le a bandára. Egyiküket, mint a filmekben, autóval követték, majd 2 település között az út szélére szorították. Körbevették, leteperték az útra és megbilincselték. Volt, akit a saját lakásában fogtak el. A megalapozott gyanú szerint egy 37 éves enyingi férfi március és augusztus között prostituáltként dolgoztatott egy nőt, akitől a bevételét teljes egészében vagy részben elvette, ebben pedig segítségére volt 3 bűntársa, hogy a lebukást ugye megelőzzék. Az ő bankszámlájukra utalta a nő az összeget, amelyet aztán ők fölvettek és átadták a 37 éves férfinak. Az ügyészség kezdeményezte a férfi letartóztatását. A bíróság ezt több szempontból is indokoltnak látta, ezért 30 napra börtönbe került a férfi. A terhelt több alkalommal volt büntetve. Az eljárás tárgyát képező cselekményeket visszaesőként, feltételes szabadsága hatálya alatt állva követte el. Figyelemmel a gyanúsított előéletére, valamint arra, hogy a cselekményt hosszabb idő keresztül folytatólagosan követte el, tekintetében a bűnismétlés reális veszélye fennáll. A bűncselekménnyel kapcsolatos rendőrségi közlemény szerint egy SI monogramú férfi a gyanúsított. Információink szerint azonban Stojka Ivánról van szó. Úgy tudjuk, a férfi nemrég nevet változtatott. Stojka Iván a Marian Kozma gyilkosság harmadrendű vádlottja volt. Őt 13 évre ítélték a veszprémi kézilabdázó elleni halálos támadás miatt. Eredetileg 2022-ig kellett volna börtönben lennie, tavaly nyáron azonban jó magaviselete miatt feltételesen szabadlábra helyezték.
Marián Kozmát 2009. februárjában szúrták halálra, miután egy veszprémi bár előtt a barátaival verekedésbe keveredett egy másik társasággal. A bíróság több mint 200 millió forint kártérítést ítélt meg a Kozma családnak. Ügyvédjük szerint azonban a szülők azóta sem kaptak egy fillért sem. Nagyon ráférne a családra. Én jártam ki Bukarestbe, teljesen beleroppant Petre Kozma, meg a Mariannak az édesanyja is, Maria ebbe az egész tragédiába. Tehát egészségileg, anyagilag, teljesen fizikálisan, teljesen rámentek erre ezek az emberek. A Sztojka Ivánként ismerté vált férfi a mostani letartóztatása ellen fellebbezett, így a döntés egyelőre nem jogerős. Kitiltottak egy szerződéses munkatársat a Katona József Színházból. Erről az intézmény vezetése számolt be a színház Facebook oldalán. A kitiltott munkatársat nem nevezik meg, mindössze annyit írnak róla, hogy erkölcsi határokat átlépő módon viselkedett a dolgozókkal. A vezetőség szerint a társulatot mélyen megrázták a történtek, így mindenkinek pszichológus segítségét ajánlották fel az ügy feldolgozásához. Vényköteles lesz a legtöbb fájdalomcsillapító május 1-től. Az Országos Gyógyszerészeti Intézet közlése szerint a 600 és 800 mg ibuprofén, valamint a 300 mg dexibruprofén tartalmazó készítményeket érinti a változás. A szigorításra azért van szükség, mert megállapították, hogy az ibuprofén magas napi összdózisa fokozott szív- és érrendszeri kockázattal jár, ami már orvosi kontrollt igényel. Higanyt és arzént is tartalmazó bébi ételt vont ki a forgalomról az Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. A Hamanek márkájú termék zöldségekkel és burgonyával gazdagított tonhalas kiszereléséből több hazai céghez is szállítottak. A Nébih felvette a kapcsolatot a hazai értékesítőkkel, mostanra a vállalkozások mindegyike kivonta a forgalomból a nevezett terméket. December 7-én bocsátják aukcióra Andy Vajna filmes erekéit. Az akcióra került hagyaték teljes listája már elérhető az interneten. Festményekre, szobrokra, autóra, bútorokra, étkészletekre, videókazetta válogatásra és dedikált poszterekre is lehet licitálni. A kikiáltási árak 60-70 euróról indulnak, kivéve egyes eseteket, így például egy munkácsi festményt, ami 28 millióról indul. A Rembo késekért 20 millió forintról, Andy Vajna Bentley típusú luxusautójáért pedig 10 millió forintról indul a licit. A filmügyi kormánybiztos januárban hunyt el. Híradónk után most kezdődik a Fórum című műsorunk, mindjárt megtudjuk, hogy milyen témákkal, miről lehet beszélgetni Somos Andrással. Szervusz, Andris! Tamás, még mielőtt, szerinted mi lesz ma este? Hát én már olvastam egy hírt, hogy Wales Magyarország 7-5, de hát ez fociban egy kicsit sok lenne. Ez jégkorong? Ez a curling válogatottnak eredménye volt. Aha. Ennyi gólt nem várok, de... Hát a felületet, hogy a borítást eltaláltam, látod. Igen, mi a realitás, és hogy mit szeretnék, az két különböző dolog. Nagyon szoros meccs lesz, bízom benne, hogy nyerünk, de elég csekély esélyt látok erre, ismerve a háttér információkat, hogy a hátvédekkel gond van, meg hát a támadósor sem teljesen erősen áll a lábán, hát mert kiderül minden ma este. Köszöntöm a nézőket, és hát a büfében a Tamásnál egy kicsit szkeptikusabb a megítélés itt a tévében, mondván, hogy ez egészen sima meccs lesz, de nem a mi javunkra. Nem, ez még nem lesz téma, csak azért kérdeztem, mert a sport iránt elkötelezett kollégák véleménye mindig sokat jelent. Viszont itt a híradóban láthatták, hogy Varga Mihály szerint a magyar gazdaság hasít, és hogy Orbán Viktor szlovákiai dévényben mit mondott az európai gazdaság negatív tendenciába forduló folyamatairól, és hát erre vagyok kíváncsi, hogy önök mit gondolnak erről, délelőtt ezt szerették a nézők, meg azt a témát is, hogy az ellenzéki összefogás új szintje karácsony előtt, hát egy közös nyilatkozatban ölthet testet, Karácsony Gergely előtt is, de Karácsony ünnepe előtt, ez így helyes, és akkor van egy lakhatási felmérésünk, ami egészen riasztó, hogy beázott tetők, penészes falak jellemzik azokat a körülményeket, amelyeket a magyar lakosság minden negyedik tagja el kell, hogy szenvedjen, és hát ez azért egy olyan témáját, amely mellett a Fórum nem mehet el csak úgy szó nélkül. Úgyhogy várom a nézőket, és hát ha valakinek sporttémában van hozzáfűzni valója, akkor legyen, mert délután ez téma lesz, az biztos.
Köszönjük, András, telefonálják, tehát hívják a fórumot és beszéljenek Somos Andrással ezekről az említett témákról, én pedig most elbúcsúzom, de híradó lesz ma még, méghozzá 17 óra 30-kor legközelebb, amikor is már Nemes Anna várja önöket, addig is legyen szép a napjuk és nézzék az ATV-t.